Többet, mert így is eléggé megy az idő. Hellóztok, sziasztok, üdvözlöm a vodnézőket is. Ma ismételten fazmofóbiázni fogunk, folytatjuk a Crimson Eye vagy Blood Moon eventet. Ugye az a lényeg, hogy le kell fotózni azon a négy mappon ugye a totemeket, szintúgy. Valamint meg kell oldani tökéletesen a szellemnek a kilétét, meg kell csinálni a mellékküldetéseket, és utána pedig élve távozni kell, ez a cél. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, kezdjük is. Single player. Ugye minden adott, nem tudom mennyi pénzem van. Ó, hát 3000 abból talán csak fedezni tudom a cuccaimat, ha meghalok. Na jó, akkor kezdjük egy Edgefield-el, Professional, és akkor... Tehát ritkán változtatja a szellem a szobáját. Ez nem tudom, hogy ebben a játékban is mit jelent, a Demonologist-ba is azt hiszem hardon mentünk, hogy ott is nehéz fokozaton, hát nem volt valami ritka helyváltoztatás, tehát hogy... Tehát, na, pont az ellenkezője, hogy szerintem ott a végén változhatott csak szobát, szóval szerintem valami itt is így van. Tehát, hogyha sokat eltöltesz itt, akkor egyszer csak megváltoztatja a szobáját. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Ja, igen, nagyon fontos a tegnapi streammel kapcsolatban, hogy nekem bekreppált az élő csevegésem ugye a streamnek a felénél, úgyhogy azért nem válaszoltam a kérdésekre, de ahogyan visszanéztem, azokra nem is válaszoltam volna, mert eléggé személyes kérdések voltak. Úgyhogy ha nem haragszik az a két ember, mert ugye ketten voltak, akkor azokra továbbra sem válaszolnék, ha nem probléma. Már csak átfutottam azokat a kérdéseket, de a nagy részt az eléggé személyes volt. Ezekre a kérdésekre amúgy szerintem nem sok streamer válaszolna amúgy se, szóval... Ez ilyen személyes dolog. Na jól van. Mivel ez professional, na várjál, nézzük, mik a motion sensor, escape, ghost hunt és füstölő. Nagyon jó, hát akkor egyből kezdjük is azzal, hogy zseblámpa, mivel eszméletlen sötét lesz. Motion sensor. Fotókamera. Már ennyi mindent nem tudok vinni. Akkor a zseblámpát azt ledobom, helyette gyújtós, meg füstölő. Ezzel próbálkozunk. Mert szerintem egyből... Nem néztem meg, hogy hol van a fuse. Á, persze, hogy a garázsban van, hát... Vagy a garázsban hülye, vagy a pincébe. Mondjuk nem tudom, hogy... De miért kifele nyílik ez az összes ajtó, komolyan mondom. Á, meg vagy. És nem summoning circle van. Nagyon jó. Azóta meg nem tudom el, hogy a motion szenzorba belelépette, és nagyon jó, itt van az egyik ilyen totem. Eddig egy totem van, ezzel majd ki is lőjük azt a feltételezést, miszerint nehézségi szinttől függ a totem. Hát itt nincsen. Én hülye, meg nem kéne sötétbe mennünk, mert a Sanity mert olyan szépen le fogja szívni, hogy ez már síralmas, úgyhogy itt kapcsolunk egy kis villanyt. Meg itt szerintem az emeleten is kapcsolok egyet, kettőt. Fú, de amúgy nagyon szép. Nekem nagyon tetszik ez a pirosos világítás, nagyon jó szerintem. Jó van. Eddig a szellem nem nagyon ad magáról jelet. App, nagyon jó, még egy totem. Az a kedvencem, hogy ezek a totemek 90%-ban kétcsillagos fotók. Fogalmam sincs, hogy miért. Az a vicc, a csontot azóta se találtam meg amúgy. Á, nagyon jó, még egy totem. Jó, és akkor, hát ez három volt. Itt nem lehet elbújni, itt sem lehet elbújni. Ajjaj. Ó, itt jó, itt el lehet bújni. És ebben is el lehet bújni. Nice. Nice, nice, nice.
Na jó, most, hogy felkapcsoltuk az áramot, füstölő marad. Füstölő marad. Szenitink egész jó. Bár 80%. Nem tudom, hogy ez folyamatosan csökkenni fog-e. De nem valószínű. Na jó, mi kell nekünk? Hőmérséklet, EMF, és szerintem más nem is tudok hozni, sajnos. Mert mindjárt szétnézünk. Hogy hol van hideg. 18 fok. Aha. Gyanús vagy te nekem? Szerintem valahol itt lesz. 17 fok. 19. Lehet, hogy ebből emelet lesz. Még nem sok zajt hallottam, szóval... Mondjuk ebben a játékban amúgy is csöndbe érdemes lenni. Úgyhogy ez pont üti a streamernek a dolgát, ha úgy nézzük. Szerintem az ilyen kis szobákban szerintem nem lehet, nem? Nem tudom pontosan. Tizenöt fok. Itt el lehet bújni? Nem. Ez mondjuk baj. 16 fok. 15. 14. Na, hát ezek mérjém el. Elvileg 2 másodpercenként kéne. Itt sincsen csont, 15 fok. Várj, mi? Ahogy szakadnál meg! Most te tökön fog lemászni a pincébe. Édes Istenem. De várjál, kicsapta a breakert, aktivitás nem nagyon van. Sanitink az, szintúgy nem nagyon van. Na jó, próbáljunk meg... mennyit visz fel a sanitink amúgy? Ó, hát fölviszi maxra, oké, oké. Akkor nincs probléma viszont. Akkor a sanity pilleket nem nerfölték, az a lényeg. De várj, ez nélkül nem is bejelzett, vagy... Vagy nem? Mert itt 13 fok van, csak azért. Nem szeretném egy nem szeretnék egy pince szellemet, ha egy mód van rá. Hogy te vagy! De olyan szutykos vagy amúgy, de viccen kívül. Ha? Na azért nem. 2 fok. És itt fel is kapcsolta a villanyt. Vagy nem, az én voltam. Na jó, itt mindkét szobában... De most a lámpát kap... A lámpát kapcsolt elő. Hú, bazeg, UV-vel akkor kéne jönni. Mi van? Ah, megjelent! Ami nem az, hogy megjelent, hanem... Nem tudom, hol van. És annyira nem is érdekel a dolog. Na jó van, húzás. A fényképezőgép az ott van a... ott. De jó, eldobtam a smudge-ot a fenébe. 85% szerinti, kereszt. És orb. Orb. A mellékküldetések nem annyira nehezek, viszont ha nem figyelünk, akkor meg nagyon könnyen... Na nézzük. Van-e valami... Jó kis ghost orb. De nem valószínű, de majd a izébe megnézzük. Pincébe. Vagy a pincébe hülye vagyok. Ha? Valamit eldobott. Na jó van. Egyelőre szerintem egy kereszt. Nagyon dobál. Polti. Hármas. Hármas EMF. Termométer mit mutat? 3 fok. Na várjunk a kamerát, azt mondjuk azt áthelyezem mondjuk ide, hogy valahogy így, hogy könnyebben lássuk a Ghost Orbot. Még egy kamerát lehozok. Még egy kamerát lehozok, és akkor... viszont a motion sensort is akkor leviszem egyúttal. Könyv, dot. Könyv, dots, meg akkor a motion sensort leviszem. Easy-be. Easy-be.
Hogy lett ilyen sötét egy pincébe? Nagyon jó. Tessék, írjál, meg akkor egy csodálatos docba így be is sétálhatsz egyből, ha szeretnél. Szerintünk az hogy van? Szarul, de büszkén, biztosan. 70% az mondjuk egész jó még. UV, mert lámpát kapcsolgat. Spirit box. És só. Mert biztos, hogy a pincének a bejáratába is sétálgat. Ez fix. Szóval ez ide jó lesz. Vagy ha nem, akkor meg a szopás, de... Nem baj. De itt dobált, szóval... Aha. Csak nem morolj legyen, a többi nem számít. Mert ez az eventtel konkrétan a morolj az... az egyből. Tehát, hogy... Tehát, hogyha morolj... És ráadásul a sanity-ink valami fantasztikusan csökkent, tehát hogy... Ó, de belelépett a motion szenzorba. És akkor meg kéne füstölni a... Meg kéne füstölni a szellemet, meg ugye Escape the Ghost Hunt. Na már viszont most nem van két kereszt, szóval... Mire a hunt az megtörténne, arra szerintem várni kéne. Szóval lehet, hogy majd egy keresztet elveszek onnan. Na várjunk csak. Akkor kell még egy UV. Kell még egy... igen, meg akkor egy füstölő. Mert a pincét is be akarom kamerázni, hát ha esetleg oda bugol az orb. Hát ha. És persze, most lépsz bele a showba, amikor nem vagyok itt tényleg, tehát hogy ezt is csak te tudod megcsinálni, senki más. Jó, van, hát showba lépett, az egy dolog, de... Nem van, mondjuk egy UV-t ide. És nem tudom, hogy a másik oldalt van-e esetleg az UV. Nincs. Na jó, van, akkor úgy látom, kell hoznom be... Ó, oh, igen? Igen? Végig nincs UV. Itt aztán más ajtó... Azt a kurva élet! Hát a tökövet ebbe a szellembe már. Oh. Úgyhogy pirosan világít a szemük, úgy még parásabb amúgy. Oh. Na nézzük. Up van Ghost Orb. Mare Yokai Onryo. Hát a fény lekapcsolása szerintem az benne van. A Yokai-t a Spirit Box-szal lehet dühíteni. Onryo meg... a gyertyás. Hát most... hát most ez eléggé érdekes. Mert nem írt. Szerintem nem írt. Vagy az hát hogyha ír, akkor Mare. Fagyos hő Onryo. Hát akkor megint megnézzük a... hőmérsékletet. Motion szenzor már megvolt. Sanity Pier nem kell, mert ott a két kereszt. Még mi van nálam? Hát kinyitotta az ajtót. Várja, UV lehet? UV már nem lehet. Jó, akkor ezt el is dobom, akkor még egy füstölőt behozok. Szellemet úgyse kell fotózni, szóval bármi is történik, megfüstöljük egyből, ami van. Mondjuk egy zseblámpát lehet, hogy nem ártott volna lehozni. Szerintem nem írt. De... akkor ezek szerint nem itt kint... Hát mondjuk kint is van, tehát ez az egész pince az ő része. Na várjunk. Valahova szerintem ide teszek. Füstölő. Meg ide. Nagyon jó. Nem tudom mi a cursed item, de egy zseblámpát azt leviszek biztosan. Ugye meg kell füstölni a helyét, az egyértelmű lesz, hogyha már huntolt, tehát akkor... akkor az úgy jó is lesz viszont. Te itt lekapcsoltad a villanyt? Ja nem. Az egész biztosítékot szedted ki, hát de örülök neked. Várjál, hogyha ma itt...
Na. De... De hogy? Na várj, és hogyha fordítva dobom, mi lesz? Persze, fordítva sikerül. De, és még így is bezzek, hogy így dobom el, még úgy is. Hát beszarás. Hát ez... Ez komolyan nem nekem találták ki ezt a zseblápát, hogy itt hülyéskedjek vele. De ez nem lesz jó. Á, tök jó, így jó lesz így, vagy fokkal jobb. Ez hántolt? Nem hallottam ajtócsukást. Hát ez nem tudom mi volt. Olyan, mint hogyha hántolt volna, de mégse amúgy. Mindegy. De nem ír semmit. Ha csak azért nem, mert itt benn van. És akkor mondjuk az elmefet azt mondjuk ide dobom neki. Aztán, hogyha elmefet a... Még tudod mit? Akkor már docot is ide teszem. Spirit boxra már nincs szükség, motion szenzorra nincs szükség, hőmérő. És itt benn van egy füstölő amúgy. Jó van. De el van dobálva a füstölő, tök jó. Na nézzük, hogy van a szerintem. 44%. Hát elképzelhető, de nem vagyok benne biztos amúgy. Hát pont nem fogom látni, hogyha ír. Na jó van, még egy sanity pill mehet. Erre már nincs szükség. Kereszt megvan. Füstölők el vannak helyezve. Oké. Négy füstölőt lehet hozni, nem? Hát egyetem meg felfutok vele az emeletre. Tehát, hogy ez kérdés nem volt. Csak minden ajtó legyen nyitva, többi nem érdekel. De az a gond, hogy az előbb is ugye kint jelent meg. Most ez azért csinálom, hát ha egyszerre klikkelek vele. És akkor elvileg ez a Marénak a képessége, hogyha nem engedi majd felkapcsolni duplakatnál. Akkor majd elvileg tudni fogjuk, hogy mare. De docot se láttam amúgy. Érdekes. Mi a neve a szellemnek? Kenny Alexander. Bazd meg. Egy maga biztosítékot baszta ki. Na, akkor működik. Nem. Mi? Akkor ez egy mare? Mondjuk nem akarom... Kenny? Kenny Alexander? Hát ez nem nagyon működik, na mindegy. Ezt a pont becsukta az ajtót, tudját. Ez mit menne már? De bazeg, kimondtam, azt egyből csukta, bekapcsolta a lámpát. Majd akkor fogom megfüstölni a területét, hogyha hántol, mert akkor egyből menni fog, szerintem. Na jó van. Más úgy csak el a kezembe, mivel most már csak ez a két küldi van. Még egyszer, mi volt? Kenny Alexander. Mondjuk lehet, hogy nem most kéne szólongatni, mikor itt van konkrétan előttem. Kenny Alexander.
Kenny! Ez nem megy. De passzak most! Azt a kurva élet! Baszeg, de ez az ajtócsukás, ez komplett olyan volt, mint hogyha huntolt volna. Ah! De baszeg, nem tudjuk milyen szellem amúgy. Szóval nem kéne nagyon hergelni. Ez az utolsó pirulám. 9-es volt a kiugrás. Annyit tudunk, hogy Ghost Orb. És most nincs nálam füstölő. Majd kicsit most feltöltjük a HP-nkat. Megvárom még olyan ki... Á, mondjuk 80 az úgy jó lesz. Inkább a távolabbi füstölőt veszem elő. Faszél kell becsuknod ezeket a kibebaszott lámpák. Oké, Mare. De a Mare, akkor miért nem írsz a könyvbe? Pedig ez a lámpa nincs is felkapcsolva. De várjátok, de várj, fagyás még van. Egy fok. Egy fok. Kettő. Tehát akkor valahol itt van, az a lényeg. A doccot meg itt pont rá. Úgy. Az MF-et úgy. Szerintem fagyos hő már nem lenne, mert az szerintem már most lenne. És bazd meg megváltoztatta a szabályát. Mert eltűnt a fagyás. Vagy nem? Ja nem, oké. Okay. Na jól van. Fagyos hőmérséklet nincsen, szóval Onryo nem lehet. De mondjuk az a gyertyás próbálkozás lenne. Ha. Ja, de mindegy, mert új legyok. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Az a gond, hogy mindegyik szerint 10-es. Én amúgy ezt nem értem amúgy, ha hogy lehet 10-es activity, hogy azt nem csak huntnál van amúgy. Na mindegy. Te orb az van. Doccot nem láttam. Ez csak Mara lehet, csak valami egy cseszik írni. Ha csak nem egy Onryo. De hát most ízlések és pofonok, lement a 10-es activity? Most egy beugratós kérdés, hogyha háromágú gyertyám van, akkor... Passzamat már. Ez mindent eldönt. Jön. Ha elfújja, egy Onryo. Vagy hát elfújja, és a kereszt is elég. Na, akkor egy Onryo. De bassza elfújni. Azt mondjuk kintről is látnánk, nem? Kocsiban. De jó, mind a két oldal kipukkasztotta a lámpát. Örülök neked. Tényleg amúgy a füstölés az meg lett? Végül. Mert hát ide dobtam a füstölőt a pincébe. Jó, nem történt meg szerintem a gyertya elég... Szerintem még íg a gyertya. Ah, megfüstöltem a helyét, oké. Tehát akkor most már csak el kéne menekülni a hunt elől. Ha úgy nézzük. De kereszt hiány szerintem nem nagyon fogunk elmenekülni. Na, majd mindjárt kiderül.
Oppes Hunt? Halló? Csicska? Gyere ide! Halló? Halló? Kenny? Ide gyere! Vége? Ó, basz meg, vége! Oké, ez komoly volt. És megvan! Ó, hát ha minden igaz, ez egy mare. Ha ez nem... Várjál! Elfújta a gyertyát ott? Bazzeg, most már kicsit rizikós. Szerintem elfújta a gyertyát. Akkor ez egy onrió lesz viszont. Elfújta a gyertyát, akkor ez egy onrió. Mert firkálást meg nem láttam. Tehát nem írt. Hát nem írt, akkor valószínűleg ez onrió. Mert ha mare, akkor én... Vagy mindjárt idő mimik, mert mind a kettőt mimikálta. Jokai, bazd meg! Hol volt Doc? Hol volt Doc? Magyarázza meg nekem a játék. Hol volt Doc? Hol volt Doc? Gyerekek, hol volt jó? Hol? Hol volt Doc? Vagy Doc, mert... Mindegy. Hol? Hol jelent meg zölden azon a készüléken? Ember... De így is Blood Moon Team Points 9. Tehát akkor igazából mindegy, csak az eventes mappokon menjél, és akkor úgy kapsz bizonyos pontokat. Azt hiszem ilyen 11 a ma? Nem tudom hány pontot lehet összegyűjteni. De szerintem minél nagyobb szorzó, meg ilyenek kérdése szerintem. Értem. Hát kíváncsi leszek rá, hogy ez az event hogyan lesz meg. Na jól van, irány Grafton. De ezt amúgy tök jó megcsináltuk. Csak beszartam, mikor elkezdett huntolni, mert már tényleg akkor izé ajtót csukott, azt már hallottam. Firelight, meg kell füstölni, és Escape the Ghost Hunt. Ajjaj. Na jó. Szokásos. Fotókamera, füstölő. Kereszt nem kell. Aktivitás papíron bárhol lehet, de... Elmef. Elmef a biztos. Megint nem fog kelleni zseblámpa, mert... Megint nem néztem meg, hogy hol van az a biztosíték. Na mindegy. Jó, van, először megyünk arra. A konyha végébe megyünk. Ilyen szerencsém csak is nekem van. És tényleg itt most nincsen izé. Totem. Kár érte. Mi? Itt most sehol nincs totem? Hát nehogy már. Legyen már valahol totem. Könyörgöm. Jó, egy van. Hát, szerintem nincsen. Akkor már 5000 éve felvillant volna. Nincs. Egyértelmű. Nincs. Várjatok. Eltévesztettem az ajtót. És itt sincsen. Emelet. Na, akkor viszont... Aha, hallok valamit fent, szóval biztos, hogy fent van a totem. Na, itt azért egy lámpát így kapcsolok, meg mondjuk... Így. Így ezt így már, így jó.
Meg hogyha már itt jövök, ezeket a nagy helyeket felkapcsolom. De miért kifele nyílik ez? Valaki magyarázza már meg nekem. Erre. Jó, hát itt nincsen. Ja, mondjuk mit fotózok itt be, hiszed bár megvan. Vagy mit keresek. Jó. Ezt a kapcsoljuk. Ezek de megijedtem attól a jokájtól, hogy rohadna meg. Mármint ez mennyi volt már? Ez három? Ez megint három volt szerintem. Hát egy volt lent, itt meg volt kettő, akkor ez három megint. Jó, akkor viszont megvan. Hála Istennek nem lefotózni kell a szellemet, mert egyszerűen akkor ezt nem tudnám megcsinálni, akkor már mennénk is haza egyből. Jó, termométer. Meg kere, vagy... Ja, már többet nem tudok vinni, bázni. Jó, mindegy. Mondom, egyedül egy kicsit meg kell gondolni, hogy mit viszel be. Meg kell gondolni, hogy mit viszel be. Van valami? Van itt esetleg. Hogy nem hallottam dobálózni. Itt semmi nincs a földön. És itt sincs semmi a földön. De bazen, hol van a... Itt van. Szerintem fent lesz. Az mondjuk egy rosszabbik eset, ha fent van. Bazen, itt már 20 fok van, úgyhogy itt biztos, hogy nincsen. Aztán közben ügyelni arra, hogy mennyi lámpát kapcsolok, mert... Szerintem itt a kisebb szobákban nem hiszem, hogy van. Mondjuk ez egy nagyobb szoba, ha úgy nézzük. Itt is minden a helyén van. Valószínűleg fönt lesz. Vagy úgy, mint az előző streamben, hogy itt lesz. Aztán közben lesz egy bejárat belőle. Látában mindig így szokott lenni. De bazeg, sehol sem volt hidegebb. Igen, ez aggaszt. Jó, mondjuk még csak földszinten voltunk. Na jó, azt lekapcsolom. Az meg... Ó, meg vagy! Ó! Ne sírjál! Jó, itt van az a lényeg. Megvan. Megvan az emberünk. Megvan. Most megint nem látom a kommenteket, bazeg, valaki írt bármit is? Mert... Hát látom, ez nagyon nagy probléma itt. Jó. Tehát biztos, hogy kedvét a... Jól van. Azt is jól megcsináltam. Bocsánat, egy fél pillanatot kérek. Na. Na, most jók vagyunk? Jók, hát. Lekapcsolta a villanyt, nem tetszik. Aj, de ez az cseszt ki a biztosítékot, tehát egyértelmű. Egyértelmű. Mennyi a szerintem? 72. Jó van. Füstölő van nálam, szóval nincsen probléma. Ja jó, oké. Azt hittem nem veszi, mert agyvérzést kaptam volna. Na jó van, erre. Ezek ezt az ajtót mindig nyitva kéne tartani. Kicsit biztosíték. Tudom, semmit nem látunk, majd mindjárt látni fogunk. Csak hagyj kapcsoljam fel. De a lényeg, hogy itt fent van, és nekem csak ez számít. Hopp, egy hármas. Jó. Hány fok van? Mínusz kettő, azt a rohadt. Végre.
Basszus, ezért ritkán van freezing ebben a játékban. És ez egy hármas LMF volt. Nem tudom, hogy az activity-ről, az activity skáláról mi pörgött le. Már lehet, hogy aztán volt LMF 5, hogyha egyből kiugrott 4-re vagy 5-re. Nem, ez nem... Nem, ez nem... Ez nem LMF 5. Jó, dot, de nem annyi mindent nem tudok bevenni. Jó van. Ez a két kereszt. Örülnék neki, ha most kivételesen Onryo lenne, mert általában mindig az szokott lenni, hogy amit félre tippelek, az biztos, hogy ez az a szellem lesz. Legközelebb. Egy. Kettő, és megyünk ki. Azért vagy gyanús nekem, mert ment a ventilátor, az meg alapesetben nem megy. Még akkor se, ha bekapcsolod a fuse-t. Jól van, sanity-ink jó, kamera, dots, most dotszozunk. Most nagyon rámegyek a docra, mert ilyen a világon nincsen, basszus, hát ott köröztünk és semmi, tehát hogy kamera is rajta volt a docon konkrétan és semmi. Nézzük, lesz-e pikáns ghost orbunk valahol. Jó, mindegy. Mondjuk, hogyha valahogy így állítom, talán lesz Ghost Orb. Meg hogyha már ott áll a kamera, akkor docot valahogy ide. Jó. Tökéletes. Úgyis el kell fújni a gyertyát, úgyhogy az Onryo egyből kiderülne. Ezen a ponton. Még egy doc. Meg egy könyv. Most könyv. A Spirit Boxot hagyom utoljára. Mert lehet morolj. Ezt most egy kicsit utoljára hagyjuk. És hogy valahogy a docra. Így. Meg itt aktivizálja magát, szóval lehet, hogy ide még egy docot teszek. És akkor így jók leszünk. Jó. Okay. De megint az lesz basszus, hogy valamelyik evidence nem lesz. És akkor megint félre fogom tippelni, és lőttek az egész Blood Moon-nak. Vagy hát igazából nem lőttek neki, mert így is úgymond kaptunk érte pontot. Tehát akkor elvileg nem kell mindent megcsinálni, csak minél több mindent csinálsz meg, ugye annál több pont, ugye. Értelemszerűen. Jó, akkor Spirit Box, még egy könyv. Akkor majd még egy kamera, ellentétesen a másik kamerával, hogy a szobának a túloldalát is láthassuk, hát ha van orb. Hogyha persze addig nem mozdította el a... És akkor hát mondjuk, mivel ez a rész befedi ezt, akkor mondjuk ezt a könyvet meg mondjuk ide. Ne fésleálkoztasd a fényt. Ezt jól meg azt mondtam. Úgyis le kell kapcsolnom, mert beszélgetnem kell vele. Na szóval. Mondjuk. Ja, hülye vagyok. Ezt is le kell kapcsolni. Mondjuk szerintem, ha eddig nem adott választ, akkor most se fog. Most így személyes vélemény. Ahogy tök... A... Hogy rohadnál meg, hogy megijesztettél, tudod? Tehát, hogy... Ennyire szívtelen te is? Csak te lehetsz, de viccen kívül. Na de, hogyha már ott vagy a izé könyv mellett, akkor már igazán... írhatnál bele. Jó, de valószínűleg nem fog akkor beszélni, de azért ezt még így félreteszem. Viszont kimegyek, mert szerintem a kezek szerint a szenitim nagyon lent lehet. Hát, van ilyen, érted? Megjelenik! De cseszik a izébe írni. Aha, 60% szeniti. Jó, akkor arra már veszek be pilulát, de... Jó, hát orbot nem látok. Alapból kéne látni. Na jó, UV... Amúgy tényleg izé... Villany csak azért kapcsolt le, mert ugye Ghost Event volt. Na jó, akkor kamera... Ezen kívül tudok valamit hozni még? Szerintem nem. Motion sensor amúgy se kell, a Firelightot majd kicsit később. Az UV-t majd megnézzük a... izével. Még lehet, hogy akkor UV-t még nem kellett volna behoznom. Mindegy.
Te szórakozol velem, hogy nem raksz izét. Biztos el kellett menned pisilni. Oszta! Ó, a doc megvan. Ú, bazeg. Legalább van doc végre. Jurei Oni, hát... Mivel ez a körös... A ringes szellem modell, lehet, hogy ez Oni. De nem vagyok benne biztos. A Jurei ugye sokat nyitogatja az ajtókat, az Oni viszont olyan, hogy amint a területén vagy, konkrétan nem hagy téged békén. Konkrétan. Na nézzük, még mit lehetne hozni, ha csak... Na várjál, gondolkozunk okosan. UV nem lehet. Írás nem lehet. MF5-nél Oni, Ghost of-nál meg Jurei, tehát akkor még Spirit Box se lehet már. Az csak egy hármas volt. Tehát most vagy Jurei, vagy Oni. Annyi ajtót szerintem nem nyitogatott. Nem tudom, mi a cursed item, de remélem, hogy olyat húznék ki, amit nem kéne. Viszont ebben az esetben már akkor hozom is be a gyertyát. UV akkor már nem lehet. Meg akkor... Opa, kinyitott egy ajtót. Kinyitott egy ajtót, kinyitotta ezt az ajtót. De a másik ajtót nem nagyon nyitogatja, szóval... Na várj csak. Akkor nem is zseblámpát hozok be, hanem még egy kamerát, és akkor látni fogjuk a WC ajtót is. Most nem azért, hogy mikor megy pisilni, hanem azért, hogy kinyitja el az ajtót, mert... Akkor lehet, hogy Jurei lesz akkor amúgy. Mert amúgy ez anélkül is tevékenykedik, hogy benn lennék, szóval... Nagy esély van rá, hogy... Akár ez még Jurei is lehet. Meg akkor ide gyönyörűségesen leteszem a gyertyát az ajtó elé. Nem tudom, hogy hol vannak a cursed itemek, tehát hogy fingom nincs ezekről, mert ezeket nem szoktam megjegyezni, meg utána nézni sem, mert egyszerűen én nem bírnám lekövetni, de tényleg. Tudom, hogy mindig ugyanazon a helyen vannak, de csak mázlim van, hogyha ugyanaz a... izé. Jó, meg akkor... Hát most már szerintem akkor a Firelight az majd meg lesz úgyis. A Hunt elől menekülni Oni esetében elég vicces lesz. Már hogyha egyáltalán hihetünk annak, amit az Oniról írnak. Gyorsabban leveszi a Sanitydet, mivel ugye sok mindent csinál. És akkor van a... Van a Jurei. De neki is amúgy nagy hatása van a Sanitydre, ugye a sok ajtónyitogatás miatt. Ha. Opa! Elégette a Firelightot, szuper. Viszont most nem nyitott ajtót. De mondjuk anélkül is nyitott ajtót, hogy ott voltam. Az Oni meg szerintem akkor nagyon aktív, mikor a közelében vagy. Szóval, ha persze hihetünk ennek. Ennek a teóriának. Sanitink most tök jó. Szerintem még több füstölőt viszek be. A keresztek jó helyen vannak. Most nem fogok bemenni azért, hogy most megölessem magam, mert... Hát nem is az, hogy megöletni magam, mert maxosom van a szenitim, csak hogy innen kintről is ezt meg tudjuk állapítani. De Ghost Orbot nem látok, szóval mondjuk lehet, hogy azt megcsinálom, hogy lekapcsolom a villanyt. Hát ha van annak köze hozzá, hogy lekapcsoltam a villanyt, és akkor de várjunk, akkor viszont. Ó, azt le is kapcsoltad, köszi. Akkor meg ezt még így pluszba. Hát, ha az a problémája a játéknak, hogy megvilágítom az orbot, mikor amúgy meg ott a gyertyával szintúgy meg van világítva, azon meg lehet látni, szóval azért itt valami sánti, de mindegy. De mondom, én nem látok Ghost Orbot, szóval nem hiszem, hogy és kinyitott még egy ajtót. Ugye ez a vicces az egészben, nincsen Ghost Orb, szóval valószínűleg elmefötttel Oni. Viszont... Ahhoz viszont szerintem beviszek még egy elmefő. Már mondjuk ahhoz... Tudjátok mit? Keressünk cursed itemet. Fogalmam sincs, hogy hol vannak, de most megkeressük őket. Viszont, hogyha elkezdene engem üldözni, a bejáratban lerakok egy smudge-ot. Akkor be tudok hozni végre egy flashlightot, mert valami elképesztően eszi a sanitymet most a sötétség. Kizárásos alapon. Jó. És most keresünk cursed itemeket.
csak egy picit. Egy kicsit felfizélünk. Refresh. Aha. Oké. Okay. Jó van. Csak azért néztem meg, mert volt az, hogy tegnapi streambe is, hogy egyszerűen nem volt hajlandó az élő csevegést mutatni. Ezt a közben én annyira koncentráltam a játékra, hogy ez föl se tűnt nekem, hogy az élő csevegés meg nem megy. Tehát egy elképesztő. Nem tudom mik ez, nem tudom, hogy hol vannak a körzájtemek. Ezt az ajtót valószínűleg én nyitottam ki így. Itt körbenézünk. Hopp, itt a csont, itt a csont. Hát jól van. Legyen itt a csont, most ez... Nagyon nem tudok hozzájárulni. Mindig akad egyet a játék, mindig azt hiszem, hogy Hunt lesz, de nem. Hát nem Voodoo baba van, azt hiszem ez a kanapén szokott lenni. De bazeg, még körzájtemet se láttam amúgy. Az Ouija azt hiszem az fent lenne, ugye? Azt hiszem az fent van. Tehát ez semmiféleképpen nem itt lenne. De azért körbenézünk, biztos ami biztos. Ugye itt a maci van. Ja nem, még az Ouija még itt is szokott lenni. Ó, itt van egy búvóhely, az tök jó. De mondjuk ki a tökön bújna ide? Ez túl messze van a kijárattól. Ja igen, itt is voltam, mert itt szerintem itt se lehet Ouija tábla. Van még a mirror, de mirrort meg nem láttam. Legalábbis nem tudom, hogy ezen a mappon hogy nézhet ki a mirror. Ó, itt van még egy búvóhely, de szerintem ez is már egy kicsikét messzebb van. A kijárattól. Most én nézek. Ilyen hülyén, értelmetlenül. Aha, hát ez nem búvóhely, mert gyönyörűségesen el van torlaszolva, köszönjük szépen. Jól van. Most komolyan mondom, minden fotelt megnézek, mert Blizz délen is az volt, hogy izé, ott volt a fotelban a... Voodoo baba. De ha Summoning Circle van, akkor jó rácsesztem, mert... Hát biztos, hogy nem fogom. Ó, hogy rohannál meg, hogy Music Box van. Jó, mindegy. Mennyit szívott le a Sunny-teamből? Hoppá. Hát ez valószínűleg lehet, hogy elmefött volt amúgy. De biztos, hogy nem fogok használni ezét. Hát nem tudnék elbújni előre, basszus, sehol se. Mert mindenhol messze van a búvóhely. Jó, zseblampárával nem lesz szükség. Viszont lehet, hogy a bejáratba rakok egyet. Így, szépen. Ha már itt tartunk, akkor lefotózom a... csontot. Ó, mondjuk itt van búvóhely a garázsban. És itt viszont nagyon közel vagyunk a hátsó kijárathoz. De ha nem, az se baj. Na mindegy. Hú, bezeg. Olyan sötét van. Aztán addig kapcsolgatom a villanyokat, mint leold. Ja, tök mindegy, ezt hiába kapcsolom fel, mert úgyis... hiába nyitnám ki az ajtót, úgyis becsukná Huntnál. Oké. De mondom, ez a búvóhely meg túl messze van. Most vagy azt csinálom, hogy itt lekapcsolom a konyhába a villanyt, és ide... De hülye, várjál, itt a hűtőhöz ide lehet bújni. Az mondjuk nem rossz. Az mondjuk nem rossz. Aha. Nem tudom, hogy a Music Box az teljesen leveszi a Sunny Team. Nem tudom. Most azon gondolkoztam. Na mindegy. Még várunk. Gondolkozok. Gondolkozok, hogy hogy csináljuk, mert azért... Aha.
Ez szerintem ez elmefött. Ez fix elmefött. Úgyhogy ez tudja a Joni. De mert látjátok, ez az ajtó soha nem nyitja ki. Tehát, hogyha Jurei lenne, akkor minden ajtót kinyitna, ami itt jelenleg azon az emeleten van. Szerintem, nekem is ez az én személyes véleményem, de ezért nem tud engem megtéveszteni, meg nincsen Ghost Orb. Tehát nincsen Ghost Orb jelennie. Jó, fotokamera nem kell. Még van ott egy füstölő. Na jól van. Essünk túl rajta. Kell egy füstölő a konyhába. Kell egy füstölő a konyhába. Ide a hűtőhöz. Ahogy. Várjon, konyhába lekapcsolom a villanyt. Ó, gyerekek, ez nagyon húzós menet lesz. De remélem maxon van a szenitim legalább. Ha nem, akkor megeszek. Vagy olyan pirulát beveszek. Na, a 90-en van, akkor nem is veszek be pirulát. Mert egy füstölés kell, még lejön az emeletről. Sőt, inkább leteszek még egyet, mert most úgyis van nálam egy. Addig meg el tudok futni. Na jó van, essünk túl rajta. Jön. Szávasz! Na mi a helyzet? Szerintem észrevett. Mármint akkor. Ha ott szembe lekapcsolódik a villany, akkor vége a huntnak. Várj, jön. Vége. Húzás kifele. Menj. Ó! Oh! Hát remélem elfogadta, mert elvileg látott engem, szóval... Ó, oh, megvan minden. Nagyon jó. Ó, oh, ha ez egy nemoni, akkor ez nem tudom micsoda. Gyerekek. Meg Ghost Orb nincsen. Ja, már nem is tudjuk megnézni, de nem volt Ghost Orb. Ha ez nemoni, akkor nem tudom micsoda, tényleg. Ez fix, hogy Oni. Ez fix, Oni. Oni! Nagyon jó! Nagyon jó! Jaj! Komolyan mondom, most a Music Box volt a legjobb körzdájtem. A izét nem ajánlom, a Summoning Circle-t. Legalábbis akkor nem ajánlom, hogyha egyedül vagy, mert... És ott van Blood Moon, 19 Blood Moon Point. Tehát akkor maga a szellem kitalálása az-e... Ó, Tier 3-as MF, ugye? Ugyebár. Tehát akkor maga a szellemnek a kitalálása az egy 10-es. És maga a mellékküldik azok mellékküldinként 3 pont. Tehát hogyha mondjuk egy mellékküldetés megcsináltak, akkor az csak 3 pont. Maga a szellem kitalálása meg 10. Az még nem rossz. Nem rossz. Ez tök jó amúgy. Na jó van, most pedig Willow Street fog következni. És 46,8, ah, szép. Nagyon szép. Hát jó, tudom, Magyarországon nem éppen annyira népszerű ez a fazmofóbia. Vagy hát nem tudom pontosan, ez szerintem személyes véleményem, nem éppen népszerű, főleg nem az event része, még hogyha ilyen rövid videókat csinálsz róla, vagy csináltok róla, akkor az még azt mondom, hogy talán kap egy-két nézettséget, most is saját tapasztalatból kimondom. Ilyen egy-két nagyobb nézettség hullám átmehet rajta, de itt nem nagyon van rá kereslet. Legalábbis én azt vettem észre, lehet, hogy nagyobb streamereknél van, én legalábbis azt vettem észre, hogy ezt sem szabad annyira erőltetni, szóval azért gondoltam így, hogy ebbe az utolsó két napban így a őszi szünetben
ezt fogom streamelni, és akkor tényleg ezzel egy egyelőre lezárjuk. Aztán majd jöhet a karácsonyi event. Na, arra kíváncsi leszek amúgy. Már most több azt is. Á, még le sem ment a Halloween, aztán már karácsonyról beszélgetünk. Szörnyű. Na jó, Willow Street. Let's go. Meg se... Ú, bazeg, nem csináltam meg a Tier 3-as EMF-et. Mindegy. Füstölő, Firelight és EMF Reader. Hát gyerekek, ez a legjobb izé. Legjobb három mellékküldetés. Főleg Willowon, gyerekek. Legjobb küldetés. Na jól van. Füstölő. És fotókamera. Mert termométer szerintem nem nagyon fog kelleni. Első körben. Első körben nem fog kelleni. Meg úgyis ki van világítva az egész ház a Halloween eventnek köszönhetően, szóval szerintem igazán fölösleges. Opp, itt a bón. Hát ez már most nagyon szép. Jó! Itt nem látok, opp. Ez már nyitva volt alapból is, de ez nem fontos, mert professzionálen vagyunk. Nagyon szép! Tényleg hol van a kulcs az ajtóhoz, az autóhoz, mielőtt még elkezdeni nekem. Mondjuk, hogyha elkezd izé csipogni, akkor tudjuk, hogy itt lesz. Ez mondja a másik jó dolga. Most kinyitok minden ajtót, de úgyis tudom, hogy itt nincsen, szóval. Hopp! Nagyon jó! Várjad, na ezek nem bírok kimenni az ajtón. És itt most kivételesen nincsen, szóval a pincébe lesz valószínűleg még egy. Vagy nem-e azon gondolkoztam, ezt vagy lehet, hogy egyszerűen, hogy ki kéne próbálni, hogy ez már három, akkor szerintem több nem is lesz. Szerintem több nem is lesz. Aha, és ráadásul itt lent vagy. Gratulálok. Pont ezt nyitottad ki? Jó, ezt megjegyzem, mert biztos, hogy akkor itt vagy. Valahol itt ezen a környéken vagy. Viszont a biztosíték meg nem itt van, ami mondjuk eléggé aggasztó, mert én direkt ezért jöttem le ide. Na mindegy. Legalább itt akkor ezt az egy lámpát felkapcsolom, ezt becsukom, mert nem itt van. Ha csak nem fönt hallottam az ajtónyitást. Nem baj. Itt a pincében van a... Pincében hülye vagyok, a garázsban van a... Milany... Szekrény, csak tudom, hogy hol a tökönbe. A gyerekek az mondjuk fújó, ha nem találom. Na mindegy, kimegyek, aztán majd megnézem. De lehet, hogy csak elfutottam mellette, mert nem látok semmit. Ugye persze ez megint az én hülyeségem. Tehát három totemet sikerült lefotóznunk. De akkor totem is pont. Nem? De valószínűleg akkor totem is pont. Szerintem a mellék... Lehet, hogy akkor a mellékküldetések csak három pont. És akkor... Na de várjad, akkor a izék meg mennyi pont a totem? Jó, de akkor megvan a három. Oké. Na nézzük, hol van a fuse. Tehát lejössz a Ott voltam! Hát ott voltam! Na jól van, eltakarodsz. Jó, akkor viszont zseblámpa, mert úgyis tudom, hogy hol van a szellem. Fotókamerára nem lesz szükség, mert nem kell lefotózni a szellemet. Egy zseblámpa, mert így kell a... Így a pincére lefele. Így. Nagyon szuper. Itt bezeg le tudtam dobni, úgy bezeg a... Mindegy. De bazeg, itt jöttem. Ó, hát mekkora egy kis sunyi. Nem lehet villany kapcsolni itt a... garázsnak a vonalán? De. Na, hogy nem látok semmit, az is fix. Na jó, valahol itt van, de valószínűleg itt lesz inkább. És nagyon fontos, csak meg kell füstölni a helyét, úgyhogy egy füstölőt ide le is teszek a dobozra. Persze, hogyha nem fogok elfutni mellette, és az egész pincében van. Úgyhogy ez nekünk tök jó, mert már volt füstös lehellet is. Na jó, a garázsban a villanyt lekapcsolom, mert arra nem lesz szükségünk. Ha csak nem pincén keresztül meg motozza az autót, de nem hiszem, hogy ez meg fog történni. Majd mindjárt. Na és akkor amivel jönni kell, az egyértelműleg EMF, hát termométer, hát verünk látszik a lehellet.
Akkor mondjuk egy keresztet, mert most amúgy nagyon... Hogy van a... Jó. Mondjuk, hogyha démon, azt úgyis tudni fogjuk, mert egyből hántól meghalunk, azt belejelöljük, azt ennyi. Viszont akkor bukjuk a mellékküldit. Szóval az kicsit szomorú lenne. Ezért nem kell futni. Akkor legalább el tudunk menekülni előle. Bár én és a menekülés az egy két külön fogalom, ha úgy nézzük. Na nézzük, mi a helyzet a termométerre. Egy keresztet már most ide ledobok. Agyát, baszd meg! Faszért kell ijesztegetni engem. Oh, de nem, csak 2 fok volt. Oh, baszd meg, ez nem esett jól. Ez nem esett jól. De tudtam, bezeg egyből lejövök, bezeg... Bezeg... Elakadok a bokorba. Jó, de ez nem volt nagy MF kilengés. Viszont egy pilt már most beveszek. Mert rosszul leszek. Oké. Okay. Egy kereszt, doc és a kamera már nem jöhet. Jó, várjunk a termométert, mondjuk kint hagyom, mert tudom, hogy csak 2 fok van. Majd behozok egy másikat akkor most legfeljebb. Egy tripodot üresen nem hozok. Nem megyek, azt elégetett volna egy keresztet, akkor már mindent megmagyarázott volna. Kösz szépen, hogy lekapcsolod a villanyt, nem nagyon értékelem. Na most igen, nekem ez a másik bajom van, hogy orbot nem nagyon fogunk látni, hogyha én itt... Hát, mivel a kamerát odaállítottam, akkor a docot valahova mondjuk ide... Nem tudom pontosan, hogy hol van, de itt már eldobált dolgokat, az EMF már megvan, csak meg kell füstölni és el kell fújni a gyertyákat. De amennyiben ez egy Onryo, nem kéne először a gyertyával foglalkozni, majd azzal a végén. De tényleg az amúgy a legnagyobb kérdés számomra, hogy... Hogyha ugye ez a tier 2-es gyertya, ugye? Hogy esetleg... Hogy mivel ez 3 gyertya, akkor ez az Onryónak, akkor ez egy hit, ha úgy nézzük. Úgy tele nem fogok látni orbot, szóval még egy kamerát leviszek. Ajtót nyitott, szóval... Várjunk, gyújtós az kell. Egy. Könyv is kelleni fog, szóval... ja. Tier 3-as könyvecske érkezik. Bocsánat, Tier 2-es csak. Tier 3-as könyv az majd egy kicsit odébb lesz. És már megint lekapcsoltad a villanyt, mi? Neki sunyi. Nem tudom, mondjuk... Hát... Ez meg sehogy se előnyös ez a kamera. Hát ha így egy kis felrepülő orbocska, amikor ezt ide leteszem, könyvet szint úgy, aztán majd valamit csinál vele. A termométerre kéne bejönni most. Most fixem. Pontó pont csak azért fogok intermédián menni, mert ez tényleg egy nagy map. Nagyobb map, mint ezek. És ott most kicsivel komplikáltabb, hogyha... Mondjuk fönn van a legtetején, és akkor te mire... Professionen te odafelé érsz, mert konkrétan huntolni is tudna, ha egy démonról van szó, szóval ezt így nem nagyon szeretném megkísérletezni. Még egy doc. Meg só. Termométert majd egy kicsit később. Mert úgyis tudom, hogy a pincé alaksorban van, szóval valószínűleg ott a sóba bele fog lépni, ha akar. Valószínűleg. Remélem. Na nézzük. Hopp, és firkált is a könyvben, nagyon szépen köszönöm. Na várjunk, akkor van egy ghost fightingunk. Na úgyis le kell kapcsolnom a villanyt, úgyhogy ezt így is fogom hagyni viszont. Nagyon jó. És van footprint, gyerekek, mindenünk is van.
Ez egy poltergeist. Ó, gyerekeket, ez... Fénypont. Ja, de várjunk, a lámpát lekapcsolom, mert még lehet, hogy van ghost orb. Majd ezt így megnézem, hogy van-e ghost orb. Ó, gyerekek, ez nagyon jó lesz. Hát, igen. Na nézzük. De az a jó, hogy a docsal úgy telibe világítom az egészet. Lehet, hogy mondjuk még az ajtó mögé kéne tenni egy kamerát, meg akkor mondjuk ezt is így behozom. Na most hiába most ledönti, az egy dolog, de legalább be van biztosítva az, hogy akkor tényleg az egész pince részlegen nincsen ghost orb. Így az egészre nem látok rá. Szóval lehet, hogy annyira pancsor a játék, hogy nem bír... Hopp. Hát mondjuk meg ezt így a kerékre. Nézzük, van-e fagyos hőmérsékletek? Nincsenek. Jó van. Akkor hozom a gyertyát, meg megfüstöljük, azt ennyi. Most. Ez egy easy kör volt. És akkor ezután már jöhet a point hope, aztán mára ennyi megint. Mert hát nem az, hogy megint, sajnos úgymond vége. Na nézzük. A csontot megtaláltam, most hogy vagyunk a fotókkal amúgy? Nem mondom, az interakcióképekkel tele lehetne lövöldözni, amúgy most azon gondolkoztam. Hát mondjuk most... Nézzük. Jó, sanity-ink jó. Ez egyetem, hogy egy poltergeist. Poltergeist. Nem tudom, hogy kell kimondani. De közeltemet megint nem láttam. Pedig végigrásoltam az egész mappom. Na mindegy. Na jó, egy... így. Jó. Ja, várjunk, ezt az egy füstöt viszont a dobozról elveszem. Ja, hát még elfelejtelém szegénykét. Na nézzük, még egy könyvet beviszek. Meg akkor egy helyen van, akkor fotókamera. Tényleg akkor minden mellékküldetés ki van pipálva, nagyszerű. Egy pillanat azért beviszek, mert ez nagyon gyors lesz. És lehet, hogy egy perfect game-et is tudunk csinálni, ha úgy van. A körzájtemet nem fontos lefotózni, szóval az nem nagyon Oppá! Remélem a három csillagos tarot kártya, annak örülök. Ha minden jól megy, a könyvre kettő fotót lehet csinálni, az egyik maga az interakció, a másik pedig a maga a ghost writing. Szóval mindjárt megnézzük, hogy mit csinál. Ezt lefotózom. Ezt is. Ezt is. És ezt is. És ezen kívül már csak egy fotó kell. Akkor ebben az esetben mondjuk meg meggyújtom a gyertet. Aztán amelyik előbb történik, azt... fogom lefotózni, és akkor perfect game meg is van. Csinálja valamit? Nem fog csinálni semmit. Szemét. Ja, ez a füstölő. De és akkor jön a nagyobb kérdés, hogy hova dobtam el az EMF-et? Á, meg vagy. Akkor ide. Nem hántolhat, mert ugyanis itt van a kereszt. Ghost event még csak lehet, de hát akkor le is fotózom a ghostot akkor egy erővel. Én értem, hogy szégyenlős vagy, de valamit csináljál már. Na. Köszönöm szépen, thank you very much, aztán megyünk kifele. Ezzel minden fotó megvan, három csillag.
Hogy ne lenne három csillag. Szuper, akkor megyünk is innen. Jó munkát végzett a szellem. Szóval jók vagyunk. Na, akkor mindent eldobálunk, amit csak lehet. Ugye minden megvan, remélem. Igen, igen, tarot kártyával most nem fogok szórakozni, mivel fontosabb dolgunk is van. Na, leave. Beszarok, ha mimik lesz, de tényleg. De Ghost Orbot meg nem láttam. Nagyon jó! És már csak egyetlen mapra megyünk a Point Hope-ra. Na nézzük, mennyit kapunk, mert Perfect Investigation volt, szóval... Hát, ha ez belefér a izébe, Blood Moon-ba. Nem, igen, itt 19. Hát akkor ugyanúgy csak nyilvánvalóan a izé. Azt hittem a Perfect Investigation az több pont. Mert mondjuk úgy lenne igazságos, mert most megcsináltad a mellékküldetéseket, de nem fontos Perfect Investigation csinálni, de azt is értékelni a játék, ezt mondjuk ajánlanám. Nem lenne rossz dolog. Na, hogy állunk? Na, már mindjárt 47%, hát ez fújó. Ez a Summoning Circle. The Voodoo Baba, az Oja. De végre nekem is lesz izé, idén halloweeni ilyen vitrinem, mert végre tudok játszani vele. A tarot kártyában egyetlen egy hiányzik, ugye az életmegmentős. Hát de szerintem azt soha nem fogja bedobni. Na mindegy, let's go Point Hope, viszont most kivételesen intermédián. Intermediate. Na let's go. Remélem valahol a háznak a közepén lesz a biztosíték. Á, megvan, a konyhában van. Capture the photo of the ghost, már most nem fog sikerülni, attól tartok. Parabolikus mikrofon az még csak működni fog. Tehát a kettőt meg tudunk csinálni. A capture the photo-t azt nem fogom bevállalni, mert... Mert az nekem nincs akkora reflexem. Na jól van. Fotókamera... ide kell zseblámpa. Meg füstölő. És nem is érdekel a izé. A... hőmérséklet egyelőre. Na úgy is hallani fogom, hogyha valahol nem bír magával a szellem. Na, let's go. De azért a földet figyelni kéne, hát ha van valahol csont, és itt van az első kinyűrűséges. Á, és ott a biztosíték. És itt van is van a biztosíték, de kedves. Körbenézünk, hát ha van valami gyanús. Mondjuk egy tarot kártya, de úgy érzem kétszer ugyanazt nem fogja beadni sajnos. De számoljuk, eddig egy volt. Hoppa, csont. Nézekülődök. Az mi? Na mindegy. Budiba a másik, nem? Elkár érte. Ode! Kettő. Hogy micsoda? Valami hangot hallottam. Valószínűleg akkor valahol itt fent lesz. A kis sugyi itt a harmadik. Tudtam. Valahol lent lesz szerintem inkább a szellem. De szerintem több nem is lesz. De azért megnézem. De aztán vannak hülye hangok itt ezen az emeleten. Ez az, bugoljak be. Úgy elvileg ennek a
Point Hope-nak van valami easter egg-je, viszont nem tudom micsoda amúgy. Mert ki lehet nyitni valami szekrényt amúgy. Itt ezen a emeleten. De szép amúgy. Ezt jól látom amúgy, hogy még a... izé is véres, a... víz. Vagy csak a holdnak köszönhető. Na mindegy. Valahogyan... jussunk le. Ez, hogy jönne föl velem szembe a szellem, az mit menne? Jó, egy biztos, hogy valahol itt lent van, itt ezeknél a szobáknál. Ez már fix. Viszont a zseblámpát már nem dobom el, mert vak vagyok itt az állat. Egyedül a füstölőt azt eldobom. Meg kapcsolok villanyt. Na, a fényképezőgépre úgyse lesz szükségem, ha csak nem lesz Ghost Event. Ugye ezt a számításban mi mindig beleszámíthatom. Azt mondjuk akkor itt hagyom a biztosítéknál. Itt nem én kapcsoltam villanyt. Aztán lehet, hogy itt lent lesz. Amúgy annak örülnék, hogy lent van. Közelebb van a kijárathoz. Na, akkor EMF és hőmérő. Ez az első dolog. Na most 73% szeríti. Na, akkor nézzük. EMF, hőmérő és orb. Ez nagyon fontos. Csak hát ugye az a baj. Mondjuk kíváncsi lennék rá, hogy miért van itt. Itt nem kapcsoltam itt lent villanyt és látom. Ne! Hogy lehet ennyire csicska, basszus? De legalább a hallásom még jó, de legalább itt van lent a szellem. Ó, de valakinek nem jó a gyomra. Igen, kapcsolgatod a villanyt? De kis szemét. Na jól van. Akkor a hőmérőt nem is viszem annyira messzire. Na Ghostor... Ojjaj! De... Ah, nem igaz! Ki kell cseszni, látom a izé... lámpát. Ugye ez nem vehető készpénznek a mare szellemre, ugye? Eddig basszus nem tudok semmit. Kereszt. De legalább most lekapcsolta a villanyt, tehát hogy... Ha akar, lesz Ghost Orb. De ha nem, akkor meg hozok be még egyet, mert látom, hogy... Hú, most valamiért miért ilyen alacsony textúra minőségű a kamera? Múltkor még jó volt. Mindegy. Hú, de nem látok semmit. Ez így mondjuk pont jó. Ezt így ide is rakom. Egy kereszt ide, egy kereszt meg mondjuk ide. Igen, még egy fotókamera. Kamera. Na várjál. Még ezt az egy lámpát itt felkapcsolom. Hát basszus, ezt még a professional is benyomnám, hogyha most tényleg a földszinten lenne a szellem. Az pedig egy EMF 5? Akar lenni? De majd mindjárt kiderül. Könyv, meg doc. De mi van nálam? Ja, EMF. Nem, valamiből kettő van nálam. Én nem? Na mindegy. Nem, mert könyv, EMF és doc, tehát megvan a három. Kár érte. Hármas. Mondjuk egyet ide dobok. Na van, írjál. Na akkor nem működik egyik lámpa se? Na, hogy rohadna meg. Jó, akkor most jöhet egy fotókamera. Ghost Orbot nem nagyon látok. Docot meg kéne, de se EMF, basszus, semmi nincs. Jó, akkor jön az UV Spirit Box show taktika.
Hogy áll a... Ó, hát nagyon jó a izénk. Sanitink az nagyon jó. Na nézzük. De akkor legalább már is sétálsz a docnál, ha egy mód van rá. Ah, köszi. Majd írsz a könyvbe, akkor majd szólja. Op, öt! Bezzeg, szolmizál az elmef. Aha, nincsen footprint, de szétdobál mindent, amit lehet. Hőmérséklettel mi a helyzet, és én meg mindjárt megsüketülök itt. Minusz, minusz, akkor meg is van minden. Ez egy twins. Ez egy twins. A twinzen mondjuk nem baszakodnék, mert az egyik twins az lassú, a másik twins meg gyors. Viszont akkor jól sejtettem, hogy fent. Viszont... Agya, láthatjátok, nincsen a izé. Hát mondjuk ez is leírható egy ilyen Twins Eve-nek, de nem éppen néz ki valahogy. Na ez, hogy egymás után történik ez. Na ez a nem mindegy. Tehát, hogy ilyet egyik szellem se csinál. Szerintem. Ha csak nem Poltergeist-ről van szó, vagy egy feldühített Oniról, bármi. Tehát, hogy ezt se szabad készpénznek venni, viszont... Ez így is látszik, hogy twins. Tehát, hogy... Valamikor nagyon gyanús szokott lenni az a twins, és 8-as az activity, hogy? Jó, és akkor kell parabolikus mikrofon, akkor már egy füstölőt azért elrakok zsebre, meg akkor capture the photo of the ghost. Na hát ez eléggé érdekes lesz, úgy érzem. Nem érzem valahogy biztonságban magam. Ne dobálja már, nem dumálja. Mondjuk hova bújok, hogyha jön? Mert most elfüstölöm. Keresztül jön az ajtón. Aztán mi lesz? De persze olyankor kell amúgy izé ghost activity-t csinálni, vagy eventet, mikor pont nincs nálam fotókamera, mint ahogy most sincsen. Vagy nézd meg, most fog... Jaj, meg még van még egy izé totemünk. Tehát akkor ezen a mappon most 4 totem volt. Tehát single playerben maximum 4 totem lesz. Igen. Tehát ez a max, szerintem. De elvileg van esély rá, hogy 8, de akkor elvileg többen kell játszani. Szóval igen, szó szerint community event ez. Szó szerint. Na mi van még ma? Megszólal ez a Twins? Vagy... Úgyis izé volt Spirit Box, akkor dumáljon már. De ne nyisd már ki, hanem dumáljál. Ezek itt leszünk izé kettőig is, ha ez nem megy. Pedig időm az nem nagyon van. Ez bámulatos, amit az activity-vel csinálsz, csak szólalj meg. És nem merem felhergelni, mert akkor meg elindít egy hántot, aztán már tényleg végünk van. Már mondjuk. De tök jó, megcsináltak, hogyha a totemet... A totemet azt még parabolikus mikrofon mellett is hallod. És ez a jó amúgy. Most jelenleg a Twins, de... Hát ezek hirtelen nem is tudtam, hogy hol a kijárat, úgy megijedtem. De köszönöm. De elvileg ez... Ja, hülye vagyok, nálam volt a fotókamera. Tudtam, hogy valami mást is hoztam magammal. De ez elvileg nem minősült parabolikus hangnak. Ezt ki tudja, lehet ki van pipálva. Nem. Gondoltam.
Hú, bezeg, ez szerintem nem valami épséges. És itt föl kéne tornászni, hogy 80-nal már bemegyek. Jó, jó lesz az úgy. Meg basszus, beviszek még egy parabolikus, mert szerintem az előző elroblott. Hú, ezt azt hiszem, ezen nem kell majd mit vágni ezen a videón, ez egybe mehet föl. De tényleg, hogyha már itt vagyok, menj arrébb. Az igen, beszív! Haló, nem lehet kimenni! Asztorolt! De ide soha többet ebbi. A köszi. Úgy érzem, megvan minden, amire szükségem van. Viszont... nem tudom, hogy mennyi... tehát a fő dolog az megvan, tehát Twins és két mellékküldi megvan. Le kéne fotózni. De akkor kereszteket viszont normálisan beállítom. De várjál, nincs nálam gyújtós. Hát akkor hogyan akartam én egyáltalán bármit is megfüstölni? Oké, meg még egy füstölő. Ki tudja. Lehet, hogy szükségem lesz rá. Mert nem tudok hova elbújni, hogyha ez így megy. Fú, várjál. Valamit akartam. Ja, a kereszteket normálisan elhelyezni. Az egyik kereszt az ide. A másik keresztet meg valahova ide eldobtam. Örülnék neki, ha megtalálnám. Á, meg vagy. Jó, így jó lesz nagyjából. Mi a szellemünk? Edward Bishop. Edward! Give us a sign. Edward, give us a sign. Edward Bishop. Nem tudom, hogy ki kiejteni, viccen kívül. De ilyenkor semmi amúgy, érted? Lófasz. Á, hagyom a faszomba. Nem tudom, a Sanitimre akarok csak figyelni, tehát hogy nem akarom ezt az ügyet ennyibe elveszíteni, csak a Sanitimre akarok figyelni, hogy ne Hunt közbe fotózzam le, hanem Ghost Event legyen. Jó, az 77, ez még úgy fine. De akkor ez 4 totem volt, ugye? Igen, ez 4 totem. Egy csillagos Moon totem, bazd meg! Van jeket! Na jól van, húzzatok a faszomba. Ez gondolom ezért nem akartak Perfect Investigation csinálni, mert tudták a játéknak a sajátos mechanizmusát. Edward Bishop. Edward, give us a sign. Give me a sign. Úgyis egyedül vagyok, tehát hogy... us az nincsen. Max az Among-ban. Gyönyörű szép poén volt, hát hagyjunk. Jó, na. Edward Bishop. Give us a sign. Hopp! Köszi! Viszlát! Hopp! 3 csillagos ghost fotó! Szia! Ennyi! Mehetünk is haza, gyerekek. Ennyi! Köszönöm szépen a végigjátszást! Ennyi! Köszönöm szépen! Én ennyire voltam kíváncsi! Kész, minden, pipa, én is pipa, nem, én nem vagyok pipa. Mármint nem vagyok mérgesna. Mert szeretem ezt a játékot, csak néha azért tud valami csavart csinálni az eseményekbe. Hú, na ma kitettem magam, ilyen basszus. Valami történt, mert valami... most más hangja volt ennek a totemes izének. Vagy csak én hallottam rosszul, az is meg lehet. 20 blood team points. Most... na várjatok, akkor viszont a totemek 1 pontok. Tehát, hogy a totemek 1 pontok, a mellék küldik, azok pedig 3. Tehát akkor az azt jelenti, hogy volt 3 totem. Na várjatok, ezt össze kell rakni, mert ez matek. Ez még egyszerű matek. Tehát...
A ghost akkor nem lehet 10. 10 pont. Tehát a totemek azok 1 pontok, mivel 4 pontot szereztem, ugye. Akkor már csak 16. És akkor a mellékküldetésekből, mivel 3 van, akkor a mellékküldetések viszont csak 2 pont. Tehát akkor az 6. És akkor 6 meg 4 az 10, így a ghost az mindenféleképpen 10 pont. Ez, gyerekek, 200 IQ mozgalom. És twins volt, úgyhogy ez még ráadásul, hát még lett volna perfect investigation, viszont ez sajnos nem jött össze. Sajnos. Meg amúgy sem jöhetett volna össze, mivel elcseszte a Blood Moon izémet. Még valami hangja volt ennek, na mindegy. Ugye most szétnyomkodtam. Ó, és már 47 egész, te így, nagyon jó. Na, én viszont itt befejezném mára. Ez a tegnapi streamhez képest, ez tökéletes. Nincs kérdés, nincs kérdés. Nekem nagyon tetszett. Arra leszek kíváncsi, hogy ez tényleg 10 napon belül készen lesz. Bár, ahogyan ezt így látom, szerintem ez amúgy készen lesz. Tehát most nagyobb nyugalom van bennem, mint az elején. Mert, de még van még egy stage, gondoljunk bele. Tehát most, hogyha most mind a két stage-re jutna 5 nap, akkor az is sikerülne? Ez így arra mondjuk kíváncsi lennék. De mindegy. Mindegy. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez lett volna a Phasmophobia-nak a Blood Moon eventje. Így Halloween alkalmából. Hát nem tudom, mikor találkozunk legközelebb, ugyanis az őszi szünetnek a végére érkeztünk. Ez a live még kik fog kerülni még ma VOD formájában. Viszont nem tudom, hogy mikor találkozunk legközelebb. Egy biztos, hogy a téli szünetben biztosan, addig viszont van másfél hónap. Ezt így amúgy, ezt így nagyon komolyan kijelentem. Addig van másfél hónapunk, addig nem biztos, hogy lesz rólam életjel. Viszont amint ráérek, biztos, hogy készíteni fogok tartalmat. Azt nem biztos, hogy kirakom, viszont majd, hogyha egy bizonyos mennyiség összegyűlik már előre, akkor már csak szimplán ki kell raknom őket, és akkor onnantól fogva már jobban bele tudunk indulni a téli szünetnek a hangulatába. Hogyha lesz időm, akkor videózok, viszont azokat nem biztos, hogy ki fogom rakni, mint ahogyan az előbb is mondtam. Majd mindenféleképpen téli szünetben lesz a következő videó, legelső. Addig viszont sajnos szünetet tartunk, ez hát sajnálatos, tudom. Én is szívesen folytatnám még, de hát sajnos nem úgy engedi az időm, meg hát sajnos a suli az közbeszól, úgyhogy arra jobban szeretnék koncentrálni. Ezt eddig egy sajnos addig félreteszem, de bármi van, egyből közösség megtaláltok, ott minden, hogyha bármi van, akkor odaírok. Hogyha esetleg van valami változás, akkor azt biztos, hogy ott közölni fogom veletek. Ebben az egy hétben, amíg folyamatosan raktam ki a tartalmakat, nagyon megugrott a megtekintési szám, meg minden is, tehát hogy többen lettünk eddig, ugye 650-en voltunk, most már 670-et bőven megfejeltük, amit nagyon szépen köszönök, ez nagyon nagy, szerintem nagyon nagy előrehaladás, úgyhogy konkrétan 2 hónapot kihagytam. Mert ugye szeptembertől sem volt videó, ugye? Ugyanabból az okból kifolyólag, amikor most sem lesz. Nagyon szépen köszönök mindent, amit ebben az egy hétben összehoztunk. Én tényleg egyszerűen hihetetlen. Nagyon megugrottak a megtekintési számok. Ez nem tudom, hogy a szünetnek köszönhető-e, vagy éppenséggel annak, hogy már több időm van minőségi tartalmat csinálni, szerintem. Ez csak személyes véleményem. Tényleg köszönök mindent. Úgyhogy addig meg kitartást nektek is, akik néznek és még ugyanúgy iskolába járnak, kitartást nektek is. Hát letelt ez az egy hét, mindenki megy vissza oda, ahova neki fontosabb, sajnos, vagy nem sajnos. És majd találkozunk téli szünetben. Másfél hónap múlva, addig is mindenki legyen jó, és kitartást mindenkinek. Remélem itt maradtok velem, azért nem fogtok leiratkozni, vagy hát felőlem leiratkozhattok, de nem fogok eltűnni teljes mértékben.
Úgyhogy majd jelentkezek, majd jelentkezek, egy biztos. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez lett volna akkor a Phasmophobia event. Szerintem ebbe a streamben most többet tettem, mint az előzőbe. Nagyon örültem, hogy végre úgymond jobban megértettem, mert tegnap fingom nem volt az egészhez. Viszont mára nekem ennyi. Találkozunk egy következő videóba, egy következő napon. Na szevasztok!